Figyeld már, hogy kezdjük a Jaguar motorkiszedést? Kérem szépen úgy, hogy elszabadítjuk a klímakompresszort, elszabadítjuk a Wandlert, elszabadítjuk a lenti kábeleket, Wandlerünk el van szabadítva, könnyen pörög. Most jön az összes motortartó helyett váltótartó csavar, ami úgy fenn van, mint a disznó ol. Kell 23 méter hosszabbító. Jön veled lyukérzék, kell még hosszabbító. Körbe az összes csavar ki van szedve a váltó körül. Ugye a legfősökkel kezdem, és amikor már fönn van a váltótartóbak, akkor kiszedem az alsó négyet, és kész. Arra mindig figyeljünk, hogy ne csak a karterben legyen a csavar, látod? Na, ha csak a karterben van, akkor simán el tudja repeszteni az az erő, hogy így egy kicsit így lehajlik a váltó, ha nincs alátámasztva itt. Úgyhogy mindenféleképp elengedem a váltót, leszedem körbe a csavarokat, és az alján a végén szedem le. És így nem kell emelgetni föl le, meg nézegelődni, hogy mi a helyzet. Motortartóbak csavarja van még. Oxigén filtert eltávolítjuk. Csomagtér előkészítve fóliával, kérem szépen, be kell baszni ide hátra. Jó nagy a csomagtér, úgyhogy a tervező mérnökök gondoltak rá, hogy majd egyszer fel kell tölteni alkatrésszel. Még egy csomó, úgy, csavarok már kezdenek gyűleni. Most jön az izgalmas rész, itt le kell bontani az egész vízrendszert. Öcsém, ezek a rohadék vízcsövek, te figyeld, benyúlsz alá, mint a disznó, és meg sem mozdul, még mindig. Hogy na, alá kell piszkálgatni, így megmozgatjuk. Ó, igen. És a 25. feszegetésre lejött sértetlenül. Jó, ott van egy kis sérülés, de az le van szarva. Senkit nem érdekel, bilincsen kívül van, úgyhogy ez nem számít. Belül hibátlan a cső. Nézzük meg ezt a vízpumpa megoldást. Tehát ha ezt megnézzük, akkor itt látszik, hogy egy konzolra van ráépítve, és a konzol, hát úgymond visszafele van. Tehát fordítva van berakva a vízpumpa, mint ahogy általában hajtás irány szokott lenni rajta. Ha megnézzük, ugye, mert ugye a blokkra szokták rászerelni. Itt most egy ilyen konzolra van építve. Érdekes megoldás. Tágulási tartályát, hát csomagtartóba helyezzük. Csomag is mehet termosztáttal a kukába. Fehér, fú, bázzik, ekkor egy hulladék temetőt, figyeld már! Bebassza a kábelköteket ide hátra, a böszme. English engineer, brother. Figyeld már! És ott van az a csatlakozó. Ráközelítek, várjatok. Igen. Hát ott van az a csatlakozó, az oda meg csúszik bele a szívósornak, vagy ez a szívósor injektor részlegének a kábelét. Hát ez komolyan, hogy ezt így kell kiszedni, ez érvénytelen. Tehát szerintem a tervező mérnökök bevehettek szva, mikor ezt itt kitalálták, mert figyeld, itt jön a be, üzemanyag, itt jön be. Rá van sütve a cső a fém csőre, itt bejön. Itt van egy ilyen oldási pontszerű valami, de én nem láttam úgy, de nem látom azt, hogy ezt oldhatni lehetne. Na mindegy, és jön fel itt egy ilyen rideg műanyag csővel csatlakozik rá. Tehát ezt kitalálta ki? Úristen, bazd meg. Figyeld már, esznek a picik. Csoki fecskék. Akarom, de kurva anyja. Jaguar, moslik szar ganyéjól, figyelj, elvágtam itt a kipufogócsövet, már flexel, már le is esett. Körbe fogja egy ilyen kipufogó gáz átszellőztetős EGR faszverés, bazd meg, meg figyelj ezt a kartert, geci. Hát mi az a karter, hát ráér, bazd meg, lapjával a stappálcára, normális hulladékagyú angol beteg kurvák. Nem normálisak, bazd meg. Rendszámtábla tönkre ment már? Hulladék, bazd meg! Hát, nézzük ezt a kábelet. Hát, ide rakja a böszme a testkábelt. Hogy kövek te ezek, te? Hogy kő? Hát, Audit, BMW-t kell szerelni, ott úgy van megtervezve, hogy hulladékszar, és szerelni kell, ezért könnyű szerelni, értitek? Tehát, ezt meg arra tervezik, hogy elhasználod, és kidobod a szemétbe. Szóval a markoló így kitépi a blokkot belőle,
bebassza a többi közé ilyen kupacba, és akkor a karosszélet meg belerakja egy ilyen darálóba, ami összegyomja kockára. Na, tehát ez erre való ez a gépjármű. A használt motor is olcsón van hozzá, hát ilyen 1,5 millió között. De hát az autó nem ér 2 forintot számomra. Kivaló, az angol beteg hulladék szarhatára, de nem is tudom már milyen szavakat használjak a szemétdombra. Milyen kifejezést tudtok még erre ajánlani? Kérlek, írjátok meg kommentben. Nem a bátya, a katalizátor, olcsó szakértőktől, ott a száma, originál, 200 000. Add le gyorsan a méhtelepre. De figyelj, már megint, hát micsoda támasztási módszerek vannak, bátya. Tök jó, hogy el van törve a 27-es villáskulcs, figyeld. És tökéletesen felül a kormányműre, mely megakadályozza azt, hogy lecsúszson róla. Tehát tökéletes. Látjátok, váltó felfüggesztés, originálba. Arra mindig figyeljetek, hogy a manuális kioldásnál, tehát ha bovdenes a váltód, akkor támaszd így ki egy anyacsavarral, és akkor faszafeszes lesz. Könnyen fog forogni a kardántengely. Gyönyörű szép Jaguar típusú gépjármű. Hát ugye most már ez is csak farmotoros lett. Viszont nézzük a motorját. Hát itt is vagyunk, fel van függesztve itt a... Hát az az érdekes, hogy nem találni rajta sehol se egy motor függesztő fület, úgyhogy én megoldottam jó kis házilagos biztonsági övvel. Most jön a teardown, leszettem a motortartóbakot, generátort, mi van még, amit le tudok szedni? Motortartóbak ezen a felén is. Igen, de jó. A pereg is lefelé. Ez a motortartóbak úgy néz ki, mintha el lenne menve szarni. Ó, hát igen, csak ez problémás. Ezt már veszem is le. Rasszis kulcs. Minden 15 és 13. Így, bam. Itt, ha megnézzük, az olajszűrőház, az a blokknak a rész egysége, mert hát, na, a motortartó bak az együtt van az olajszűrőházzal. Milyen érdekes konstrukció. Hulladék temető szar. Folyik oil, kicsi oil. Ó, nyami, nyami. Van még egy felfüggesztése ennek. Itt van. Olajszűrőház, részegység. Hát itt majd, ugye mivel csapágyas lett a motor, ezt az olaj víz hőcserélőt, ezt sajnos le kell cserélni. De addig is itt tökéletesen mutat. Most jön az a rész, hogy el kell szerelni az állványt, tehát a báhjat, úgyhogy kell keresni valami faszajó csavart, ami faszajó csavart. Na, ezt segítségül kell hívnom a csavaros kis ládikámat, nézzük meg, hogy ez a hengerfej csavar a BMW-ből vajon a Fordba funkcionális-e. Ó, tökéletes, tessék. BMW hengerfej csavar. Tökéletes a Jaguar blokkhoz. Originál, hiteles! Viszont ebből kell nekünk rövidebbet találni. Mert hát ugye, itt van ilyen átalakított csavar, ez nem az, de ez pont jó. Ó, nagyon jó. Megvan az első csavarom. Fönn van a bak, most ezeket fixre kell húzni a csavarokat. Hát ezt 11-essel lesz meg 10-es krovával. Látjátok, Johnson & Johnson, 10 mm-es, tökéletesen fogja. Hoppá, lejtettem. Egy kezű Edward. Na nézzük, meghúzzuk szépen, ahogy kell. Fixre. Fasza feszes. Felütközésig meghúzzuk. Ezután meg kell húznunk ezeket, úgyhogy ne forduljon el a motor. Jó. Na, fönn van az állványon ez a 3000-es dögtemető. Figyeld már, igazi szemét, angol betegek által készített belterjes hulladéktemető. Nézzük már meg, 5-ös csavarra van rögzítve a karterfedél. Hát ekkora egy hulladék. Royal faszverés. Do not remove. De hát én már remove-olni akarom, bár. Jön a várva vár. Szelepfedél. Mozgatjuk balról. Alá. Alá nyúlunk, azaz megvan, itt is alá nyúlunk,
Szerettek alányulni? Én is, tessék. Már húzom is ki. Oh. Itt ez a vanoszállító szelep faszom. Ez olyan, mint hogyha a kurva anyja rá lenne rohadva. Fű, bazd meg. Ez szép van. Be van öregedve. Gyere már le! Azt a kutyafáját! Na. Ó, nézzetek bele a motorba. Gyönyörű szép. Ú, de gyönyörű. Originál! 300 millió kilométeres temetőjárat. Nézzük meg a túloldalit. Egy van osszal szerelt, foshatárszar. Ez kell nektek, a jó kis használt hullék! Nem baj, legalább lesz kotta a zsebbe. Megint a vanoszállítónál van probléma. Benyúlunk alá. Na. Na, kurva anyja. Hulladék temető. Rá van gyógyulva. Nézzük ezt a felét, nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz. És akkor most jön a szemben lévő fedél. Ezt le kell borítani. Az összes csavarját ki kell venni. Oda nézzetek, körbe. Körbe az egész. Komenzi lefelé. Te meg mit teszel? Nagyon fogom neked. Ne fog baba, ezt kérem szépen. Manci, fogott egy tyúkot, vagy mi az is? Elszórjátok, és akkor nem lesz meg. Na. A szájában. Nézzük akkor ezt a gizben megyet. Leszedjük a dövészkartet. Nézzük meg, ott volt minimál folyás, minimál. Vítő, folyás volt, de meg van szüntetve mindjárt, mert hát ugye szét kell bombázni. Ezt a dökkut szemét határt. Hát én nem is tudom, többet soha nem fogok vállalni. Jaguar, piece of shit. Amerikai hulladék, angol szarú. Gyújtsd fel, gyújtsd fel inkább. Megütöm így szépen finoman, így alá. Úgy, ezt le is jött, viszont light tojás. És akkor nézzük meg alul, mi található. Ha néztek, akkor ott látható az alján, hogy ott igencsak ilyen szürke fém szilánk, látod a fém spén, látod? Bogyókat. Az a szürkét, igen. Benne a este lakásban. Este megfürdesz. A fürdés mellett itt szépen. Gyere. Igen, és nem lehet eltérni. Azt a mindenit. Ez valami nagyon komoly csavar lehet. Akkor te ne is legyél rajta, érted? Valószínűleg hajtókar problém van. Itt most a csésze az rajt maradt a hajtókar sinkán. Ó, igen. Ó, igen. Látjátok ezt? Tökéletes Jaguar. Most kell egy új hajtókar csavar. Ez egy kicsit most megnyúlt, mert rossz irányba volt, ugye? A hajtás. És megnézzük. Óha, ó, gyerekek, itt a baj. That is problem. Can you see? Can you see the problem? A csapágyunk az elfordult, úgyhogy a hajtókar az úgy, ahogy van, guten arbeit. Úgyhogy guten arbeit, figyeld. Oda nézzetek, is hibátlan, meg se nyugodt, semmi baja. Inkább kizette a menetet a hajtókarból. Na mindegy! Meg is kapom! Nézzük a vezérmű! Égszíjat! Vagy mi ez? Lánc, bazeg, nem szíj, hülye gyerek! Hát már keverem ezt a hezont a fanszörre! Oda néz, gumitömítés, hiteles, rá van égve, mint a szar. Nagyon jó. Elég érdekes kis osztott láncos, tehát két lánca van szerelve. Nem egy lánc fut körbe. Itt van az egyik feszítő, ott a másik feszítő, és ennyi. It's not a big deal. Elméletileg ugye jelölt láncszemeink vannak, egy, kettő, és van egy harmadik valahol. És az alapján, itt van-e, egy, kettő, három, és ezek a láncszemek alapján rakjuk össze majd a vezérlést, hogyha arra kerül a sor, de hát az még odébb lesz. Október. Lehet október. Lehet december. Hoppá, már nincs. Itt van még egy, nézzük a
Oda feszítünk. Hoppá! Új kell, bazzeg! Oda nézzetek! Van benne 300 ezer és alig kopott. Na, szerény véleményem szerint ez a Jaguar típusú gépjármű, hát eléggé ilyen hulladék temető módon van kitalálva, mert ha megnézzük, ezek a vezérmű láncok, meg feszítők olyan hitványnak néznek ki, meg maga a konstrukció. Ilyen darabkák esnek ki belőle. Na, leszettük a másik láncot is, ezt ugye egybe kell rakni, mert nem tudhatjuk, hogy a két lánc hosszúságban eltér-e. Úgyhogy általában ezt így szoktam összerakni, hogy egybe legyen a kettő. De aztán lehet, hogy ugyanaz. Úgy, ott a másik, ott az egyik. Tökéletes. Ugye abban nincs rajta elég olaj. Hát nincs rajta még elég olaj. Begyúrunk alá csomózóval, megpacintjuk felfelé, és ki is jön. Gyorsan ezeket sorba rakjuk. Jó, tengelyeket is kiveszem. Még egy tengely. Ugye arra figyelni, hogy a tengelyeket ne cseréljük el. Lapkás motor, ha megnéz. Itt már a lapkához nem ért úgy hozzá a vezérmű tengely, hogy ildomos lenne. Úgyhogy egy hézagolás szükséges lesz a gépműhely által, valószínűleg. Most visszaadjuk a csavarokat. Gyorsan átfordítjuk, nehogy az legyen, hogy leesik, vagy kiesnek a tőkék. A fej el van távolítva. Visszahelyezzük a tengelyeket. Nagyjából felcsavarozzuk a helyére. Hajha. Na, még ami lemaradt, az az, hogy nézzük meg a dugattyúk állapotát. Nem is olyan rossz, nem is olyan rossz. Hengerfal is jó. Nincs benne karc, semmi. Hónolás még látszik minimálisan. Minimálban látszik a hónolás. Úgyhogy fasz a feszes, nem is zabált annyira olajat. Csak egy icipicit. Úgyhogy nem sokára majd jön vissza a dökkút, és mehet a mellett. Nem.